Supercat Madrid. Köszönöm meg a hajamért, éppen most fejeztem be egy ilyen Instagramos fotózást, és megérkezett egy csomag nekem Madridba, aminek elképesztően örülök, mert otthon azért ez nem titok, az influencerek azért szoktak csomagokat kapni. Ne, ezzel a mondattal most leinfluencereztem magam, visszavonom, bocsánat. Viszont ugye ide nekem nem küld senki semmit, mert itt vagyok Madridban, de most kaptam egy csomagot az Organic Off-tól. Annyi a lényeg, hogy mindannyian tudjuk, hogy a bioboltokban minden brutálisan drága. Na és ez egy olyan cég, ahol hogyha havonta 1290 forintot fizetsz, akkor olyan 20-50%-ig terjedően olcsóban kapsz mindenféle bioboltos cuccot. Tehát az a lényeg, hogy a cég kapcsolatban van ezekkel a termékekkel, és ezért, hogyha ezt befizeted, ezt a havi összeget, olcsóbban kapsz mindent. Ha mondjuk havi 20.000 forint értékben vásároltok bioboltban, ami lazán kijöhet bio cuccokból, akkor olyan 7.000 forintot meg tudtok spórolni minden hónapban, ami elég király, és akkor nagyon-nagyon megtérül az az 1290-es havi díj. Megmutatom nektek, hogy miket kaptam. Úgy érzem magam, mint a karácsony lenne. Oh my god! Először is a Vitalio cég által vannak benne liofilizált gyümölcsök. Ez egy olyan módszer, ahol megmarad a gyümölcsökben a tápérték, és mégis csak ropogósak lesznek. Úristen, valamelyiket meg kell kóstolnom. Melyiket kóstoljuk meg? Egy ilyen fit, csökkentett energiatartalmú tűzeg áfonya lekvár. A Rapunzel cégtől hüvelyesek, ami jól látom GMO-mentes, környezetbarát és fair trade. Ez ilyen abszobár, vegan proteines csoki, mert ugye most én is elkezdtem azért edzőterembe járni viszonylag gyakran. Olyan, mintha ennek a keksznek csak a tésztája lenne benne a csokiban. Finom, nagyon. És még az Absorize-tól jött egy vegán, vaníliás ízű proteinport, aminek azért örülök elképesztően, mert már hetek óta szeretnék proteinport venni, de annyira rohadt drága, mindig sajnálom rá a pénzt. Jár hozzá még egy kis shaker is. Elnézek a kamerába, és egy ilyen kis 5 éves gyereket látok. Yeah, I'm here! Van egy adag kalifa aszalt szilva, ez annyira jó, mert ezt szinte minden boltban lehet kapni Magyarországon, és én ugye hónapok óta nem voltam Magyarországon, és ez most tisztára Magyarországra fog emlékeztetni. Lavera Nature Cosmetic-tól. Természetes arcmaszk, ez most komoly, száraz bőre, nekem pont száraz a bőröm. Ez egy ilyen ginseng yogi tea, amiben van citromfű, borsmenta, ginseng, és nagyon jól néz ki. Nem csak táplálkozással kapcsolatos dolgokat lehet kapni, hanem kozmetikumokat is. A Soins nevű márkától, vagy Soins nevű márkától aloéval és mandula olajjal arc és minklemosó tej hidratáló Natur Cleaning Soft Breeze öblítő koncentrátum. Wow! Ezt tudjátok, hogy miért rohadt jó? Mert pont most fogytam ki, és ez egy ilyen tipikus mesterséges öblítő, és az Eden Premiumtól pedig érkezett még két keverék, két lisztkeverék. Ez itt egy kókusztejpor, amiből, ha most jól olvastam, kókusztejet lehet készíteni, ha az ember vízzel összekeveri, ami nagyon király, mert a növényi tejek mindenki tudja, hogy brutálisan drágák. Ez pedig egy ilyen lisztkeverék, és ez a cég Magyarországon gyártja dolgait Szegeden ráadásul, tehát nekem még kötődésem is van hozzájuk, és vegán, gluténmentes, ezeket szerintem már el se kell mondani, mert az összes ilyen biotermékre ez igaz. Ezek a dolgok voltak a dobozban, mindent lent hagyok a leírásban, és csekkoljátok le, szerintem ez egy tényleg nagyon király ötlet, ez a tipikusan mindenkinek megéri szituáció. Nagyon szépen köszönöm a termékeket az Organic Off-nak, és hogy megleptek ilyen finom ételekkel itt Madridban. Amivel minden reggelemet indítani szoktam, az egy fél citromos víz. Ezt tudom, ez a nagyon tipikus, egészséges, blabla kezdet, viszont itt nagyon olcsó a citrom Spanyolországban, és ezért mindig veszek egy kb. Másfél euróba kerül egy ilyen, és fél citromot használok minden reggel. Én imádom a citromot. Most vagyok elsétálni a csapig. Na, és végre rátérhetünk a reggelire, ami palacsinta lesz. Ki szeretném próbálni ezt a palacsinta mixet, ami a dobozban van, nem ettem palacsintát 1000 millió éve. Na jó, oké. Nincsen semmilyen mérőm, tehát ezt a receptet nem nagyon tudom követni, mert nem tudok kimérni semmit, de...
Aha, a tized annyi cukor kell, mint Liszt, és harmad annyi olaj, mint amennyi cukor. Oké. Okay. Na jó, csináljunk 6 evőkanál Liszt keveréket. 6 evőkanálnak mennyi a tized annyi? Nagyjából egy fél evőkanál cukrot, egy kis olívaolajat, ezt már tényleg eléggé szemmértékre. 30. Tehát dupla annyi víz, mint amennyi. Tehát 12 evőkanálnyi víz kell. Oh my god! Fagyasztó tálfonya az egy olyan dolog, ami nagyon durván fog hiányozni innen. Nézzétek, ott vannak a tálfonyák! És milyen nagyok, nem ilyen kis bének. Na jó, oké, próbáljunk ebben most palacsintát varázsolni. Ezt nem hiszem el, hogy ez eddig most sikerül. Nekem soha nem sikerül semmi. Nézzétek, mi várt reggel a konyhában. Az egyik lakótársam kitette egy doboz gyümölcsöt, és odaírta, hogy feel free to snack it. Szóval azt hiszem, veszünk egy banánt, majdnem almát mondtam, és egy körtét. Készlet elképesztően izgatott vagyok. Amerikai palacsinta lett, kicsit vastagabb és szélesebb, de most így sikerül. És miket rakjunk le rá? Először is megszórom egy jó adag fahéjjal. Aztán jöhet egy kis friss áfonya, egy kis kakaópor, csak cukrozatlan kakaóporom van, de egy kis kókuszcukorral összekevertem. Aztán felvágtam a banánt és a körtét. Amióta itt vagyok, még nem ettem ilyen királyi reggelit, az biztos. Gondoltam, rakjunk egy kicsit a lekvárból is, amit szintén a dobozban kaptam. Ez az egyik lakótársam, én remélem nem bánja, hogy egy kicsit sórok belőle. Juharszirup. Thumbnail! Jól néz ki! Ez annyira finom. Úristen! Nézzétek, ezt tegnap vettem, ezt az inget egy turiban, és nekem annyira tetszik, ilyen óriási XXL-es hot szószok vannak rajta, ilyen csípős szószok, és mindenhol tüzek. Én elég magas vagyok ahhoz, hogy ezt ruhának lehessen hordani, viszont van alatt egy short, így nem gáz, nem? Ez az a tipikus, amikor emberek megkérdezik, hogy ilyen rövid ruhában vagy, én megmondom, hogy ez nem egy ruha, nézzétek, ott egy short! Na most viszont megyek suliba, és... Előző héten volt az utolsó suli hét, és most már vizsgai időszak van. Az első vizsgám tegnap volt, a szoszóra sikeredett, a következő pedig 2 nap múlva lesz. Viszont erre az órára egy ilyen projektfilmet kellett csinálnia mindenkinek egy páros csoportokban, vagyis párokban. És most az lesz, hogy megnézzük az összes filmet, és lepontozzuk, mindenkinek adunk vagy 1 pontot, 2 pontot, vagy 3 pontot, és aki a legtöbb pontot kapja, és akik összesen az első 3 legtöbb pontot kapják, azok jobb jegyet fognak kapni, tehát kapunk pontot az értékelésben is, és szerintem a miénk az, megmondom őszintén, elég jó lett. Yeah? Yeah. Hey. Oh my god! That's so cute! Thank you! I am having shorts on. Yeah, but that's good. Oh my god! Na most irány a suliba, először biciklizni fogok, aztán hévezni. Viszont amit el szerettem volna még mondani, hogy a legjobb barátaim, a Dücsiék itt voltak ugye Barcelonában. Jó, hogy tudom, hogy hol lakom, Madridban. És nekem is lesz róla egy vlogom, csak én sajnos nagyon le vagyok maradva a vlogok vágásával, mert közben más videókat is csinálok. És nagyon nehéz folyamatosan vágni, és én mostanság ilyen heti egy videókat tudok csak kitenni. De próbálkozom, és az a videó is érkezik, viszont ők nagyon gyorsak, és már is kint van a közös videónk erről az élményről. Szóval azt nézzétek meg, ide kirakom az egyik sarokba, összehasonlítjuk a madridi és a budapesti éjszakai életet, mi itt bulizunk Madridban, a Dücsivel, a Marci pedig otthon Budapesten, szerintem nagyon király videó, lecsekkoljátok le, és iratkozzatok fel a Let's Go-ra, ez a csatornájuk neve, blablablablabla, amennyit dumálok erről, hogy mit kéne csinálni, már itt is vagyok a bicikliknél, szóval irány suliba, szokásosan késésben vagyok, jaj! Nézzétek, valaki adott nekünk 3 pontot, erre a legtöbb. Sajnos nem értünk el ehhez, de nagyon jók lettek, szóval nem is érdemeltük volna meg. Hazaértem óráról, viszont az a nagy helyzet, hogy fél hét van, és tudom, nem néz ki fél hétnek, ha az ember kinéz az ablakon, 7 ágra süt a nap és 28 fok van, megsültem konkrétan ebben a laza ingben is. Viszont 12-kor reggeliztem, és most fogok ebédelni. Tudom, nagyon el van csúszva, ez azért is van, mert a spanyoloknál alapból minden el van csúszva,
de azért is, mert én későn keltem, hupszi, és igen, erről próbálok leszokni, mert nyilván ez nem egy egészséges napirend. Viszont most fogok ebédelni. Az egyik lányról azt beszéltük meg, hogy 6 körül találkozunk, és 6:22 van. Viszont most nem válaszol, ezért gondoltam, amíg még nem válaszolt se. Én addig gyorsan megebédelek, reméljük, hogy ez a való életben ugyanúgy össze fog jönni, mint ahogy most az én fejemben. Nagyon izgi. Ételt fogok enni, salátát. Mostanság nagyon szeretem a salátát, mert ebben a forróságban kibír enni valami forró gőzölgő kaját. Szóval megmutatom a Végtóri féle szuper saláta receptet, amit mostanság csinálni szoktam. És kész is, jó étvágyat! Viccelek, de túl sokat vágtam, és azért semmi más nem fér már bele a salátába, csak salátalevél. Így néz ki az uborka Spanyolországban. Hozzá se fogható a magyarhoz, de megfelel, megteszi. Már mindjárt kész van, és még általában kukoricát szoktam beletenni, de az most nincs itthon, így gondoltam, lencsét fogok. Tehát ezt átszűröm először, mert ez az undorító lötyi, ami benne van, nekem nem kell. És amit még szoktam, az... Ez olyan, mint a pufi rizs, csak kukoricából. Kukorica pufi, I guess. És azt így rátörök a tetejére, hogy ropogós legyen, kb. Így. Wow! Na és utolsó lépésként elkészítem a világ legjobb dressingjét, ehhez tahini kell a szezámmal krém, az ebben csinálom, mert már annyira kevés volt, hogy most már ebből kell gazdálkodnom. Ehhez adok először is sörélesztő fejhet, citromot, sót és borsot, fokhagymaport, és csípőszószt. Ez a Valentina nevű csípőszósz, életem csípőszósz, mert nekem mindig az a bajom, hogy túl sok, túl csípős, és nem bírom. Ez viszont olyan tökéletes, mert inkább olyan savanykás, ecetesen pikáns íze van, és annyira jó, ez nagyon fog hiányozni. Most realizáltam, hogy elsütettem volna valami poént, mivel 20 csípőszósz volt éppen az ingemet, de nem tettem. És kész is, jó étvágyat! Rengeteg salátalevel van. Azóta eltelt pár óra, és a lány még mindig nem írt, szóval most lehet, hogy nem találkozunk, viszont nekem muszáj tanulnom, meg videót vágnom, meg minden bajom van. Viszont pár hónapja a Magnum kihozott egy adag vegán fagyit, és rólam azt kell tudni, hogy én nem szeretem a fagyit, soha nem is szerettem. Viszont a Magnum volt az egyetlen fagyi, amit megettem, és gyerekkoromban így nyáron mindig azt ettük, és ugye most kijött egy vegán dolog, és ezt meg akartam kóstolni, mert kíváncsi vagyok. Szóval utána googliztam, hogy hol lehet kapni, és egy olyan láncnál lehet kapni, ami tőlem nincs annyira messze. Mikor lenne érdekesebb ezt megkóstolni, mint egy mit tettem a videóban, így menjünk és nézzük meg, hogy lehet-e kapni vegán magnumot. Na, én ilyen jól szoktam közlekedni az utakon. Úristen, 2,04 € avokádó. Na nekem ezért nem szabad belépnem egy ilyen kajásboltba. Na itt vagyok a fagyi részlegen, és sajnos nincsen vegán magnum. Most már csak az a kérdés, hogy érdekel engem ez a dolog annyira, hogy keressek egy másik ilyen boltot, és elmenjek oda. És az igazság, hogy a válasz az, hogy nem. De a videó kedvéért szerintem elmenjek egy másik ilyen boltba, mindjárt kiguglizom, milyen messze van. Na itt van, ez óriási basszus. Nem szabad itt videózni, szóval sunyiban. De ez a bolt óriás, és rájöttem, hogy basszus, ha meglátják a gyümölcsöket a táskámmal, lehet azt fogják hinni, hogy loptam. De már késő megmutatni, mert már itt vagyok, szóval vannak gondok. Hey, itt van! Itt van a klasszik és a mandulás, de gondolom azért a mandulás azért extra. Hupszi, senki nem látta. Szóval a mandulás azért extrább. Francba, ezt nézzétek. Azt hiszem, itt leszek éjszakákig. Yay! Na az van, hogy már 9:30 van, és 10:30-ig van nyitva az edzőterem. És el kéne menni, de rohadtul nincs kedvem, és már nincsen semmilyen óra, amire el lehetne menni. Ezt tudom, hogy eljátszom ilyen minden második nap. Kb. Minden nap megyek, de minden második nap így el kell rángatnom magam. És azon gondolkozom, hogyha nincsen semmi óra, hanem magamtól kéne kitalálnom, akkor mit csináljak. Meg frissen mosott a hajam, ami mindig elcsesződik, hogyha edzek, meg most kezdődött el az Eurovízió, amit tudnék nézni.
meg most vettem egy magnumot, amit meg tudnék enni. Tehát ilyesféle kifogásokat találok ki mindig magamnak, hogy ne kelljen menni, de végül általában rá szoktam venni magam. Ez szerintem a magyar M1, rámentem az 1-esre, és rögtön azt hallottam, hogy migráns. Itt a magyar M1-en vagyunk? Azt mondta, hogy lesz immigrantes. Itt van. Írok a barátnőmnek az edzéssel kapcsolatban, és ha ő megy, akkor én is megyek, ezt fogom csinálni. Hungary! Úristen! Pillantottam a tévére, és megláttam nagyban, hogy Hungary. Na jó, az van, hogy úgy döntöttem, hogy nem megyek. És jól nézett volna ki ebben a videóban, igen, de rengeteg mindent kell csinálnom. Oké, így itt ülök, és az Eurovíziót nézem jelenleg. Meg kell vágnom egy egész videót, egy Insta story sorozatot, egy fotót megszerkesztenem. Influencer problémák, de nem, és 2 nap múlva vizsgázom, plusz keresnem kell egy szállást Barcelonába. Tegnap is voltam, és esküszöm, hogy holnap is megyek, csak azt már tényleg nem fogjátok látni. Viszont ha már testmozgásra nemet mondok, akkor megkóstolom a fagyit, hogy egy kicsit kiegyenlítsük ezt. Vagyis inkább, hogy akkor ássuk magunkat még mélyebbre inkább. Eltörtem, ne a bicikli úton szerintem hazafele egy kicsit eltörtem. Évek óta szerintem 3-4 éve először magnumot enni. Nem merek belarapni, mert megtanultuk marketing órán, hogy a magnum reklámban miért mutatják mindig, ahogy a nő így belarap a magnumba. És ez egy olyan dolog, amire az én még soha életben nem gondoltam, mert kisgyerekkorom óta látom a magnum reklámokat. De most, hogy ezt megtanultam, most már nem akarok kamera előtt belharapni egy magnumba, szóval ez most cenzúrázva lesz. Olyan, mint egy magnum. De jó. Jó, hogy a csokija ilyen ropogós, a belső meg krémes. Viszont enni többet már nem fogok így 3-4-10 tájékán. Szóval ez se nagyon kéne. Szóval azt hiszem, le is zárom ezt a videót. Spoiler, itt még nem lesz vége a videónak. A mai napi emberkém Betty Hor VTH, aki 30 másodperccel ezelőtt bekövetett Instagramon. Nagyon szépen köszönöm neked a támogatást. Ha te is szeretnél egy ilyet, akkor tevékenykedj az Instagramomon. Iratkozzatok fel, ha nem tettétek volna meg. Csekkoljátok le az Organic Avot. Nagyon-nagyon javaslom ezt a céget. Tényleg sokkal olcsóban hozzá tudtok jutni bármiféle bioboltos termékhez. És találkozunk a következő videóban. Bizonyíték, hogy vannak barátaim. Itt van Ida. Ida! És nézzük a Dolan Twins legújabb videóját. Ennyi. Best Tuesday evening. Not Finland or Hungary is in yet. Hungary, come on! Nah, come on. Oh, Czech Republic, really? Megyek, sajnálom, de muszáj volt megnéznünk az Eurovíziót, ahogy Magyarország elvesztette, és Finnország is. Érdekes dolgot még el akarok mesélni, mielőtt elbúcsúzok, mert úgy érzem, hogy erre soha nem lesz lehetőségem, csak most. Ugye itt van a rengeteg lakás, és eléggé át lehet látni a lakásokba, aminek megvannak a hátrányai és az előnyei is. És van egy lakás, ami nem viccelek, 0-24 minden egyes nap ég a villany és megy a tévé. De olyan, hogy még lehet hajnali 5, lehet hajnali 3, lehet reggel 8, lehet délután 2, mindig ég a villany és megy a tévé. És én nekem esküszöm, van egy elméletem, hogy ott lakik valaki, aki meghalt, vagy valami történt ott, és nem jár oda senki. És egy ideig azt hittem, néha átkukkantottam, és néztem, hogy ott áll egy kalapos pasi, akkor vannak ott. De rájöttem, hogy ez is egy álca. Tehát szerintem odaraktak direkt egy bábú kalapos pasit, hogy senki ne gyanakodjon, hogy ott van valaki, és közben nincsen. Vagy egy festmény egy kalapos pasiról, nem tudom, de meg kell mutatnom. Az a lakás ott. Nézzétek? Ott van, látjátok azt a kalapos pasi szerűséget? Így ott. Az, ahogy látom, csak egy fénykép, vagy egy festmény egy kalapos pasiról. Egyébként semmi mozgást még életemben nem láttam ott, csak az, hogy ég a villany, és megy a tévé.
az összes napszakban, minden alkalommal. Na most már tényleg vége a videónak.